Most itt az történt, hogy kénytelenek voltak ezt a leeresztést megcsinálni, meg volt túl könnyű, mert a villamos energiaellátás a leeresztő szelepeknél is megszűnt, mindenféle kézi nehéz munkával tudták csak ezt megcsinálni, megcsinálták, mind a négy blokknál, pontosabban a három blokknál, amelyik működött, és mind a háromnál, a kettes blokk kivételében az egyes és a hármas blokknál az így innen kifújt hidrogén, hogy miért van hidrogén, minden elmondom, innen kifújt hidrogén, az itt ezen a tájon fölrobbant és szétdobta ezt az épületet. De éppen maradt, vagy legalábbis nagy részben éppen maradt a körte, maga a konténer. Miért van hidrogén? A hidrogén azért van, mert amikor itt a fűtőelemek telekszenek, akkor az ő burkolatuk, ez egy cirkónium nevű fém tokba vannak ők becsukva, az ő burkolatuk az egyszer csak elkezd oxidálódni a magas hőmérséklet hatására, és az ott lévő vízből kiszívja az oxigén. Fölbontja a vizet. Megeszi az oxigént, ő ott ég szép csendesen, ugyanakkor viszont nagy mennyiségű hidrogén szabadul föl és kerül le ebbe a légtérbe. Amikor oda bekerül, akkor ha elegendő szabad oxigénnel találkozik, akkor föl tud robbanni. Ezt kémiában bemutatták nekünk általában a tanáraink a gimnáziumban. Durranó gáznak hívjuk a hidrogén és az oxigén megfelelő arányú elegyét. Hát ez a durranó gáz itt szépen felrobban. Itt a robbanást látjuk, és ezt az épületek szétvetette. Lehet látni például a hármas blokknál, aztán így nézett ki. Érdekes módon a kettes blokk nem sérült, nem tudják egészen pontosan, hogy miért nem ott ez a robbanási folyamat nem zajlott le. Az egyes blokknál ugye ezek a fűtőelemek nem csak hogy megmelegedtek, hanem egy hete tudtak oda, vagy három napja tudtak oda bemenni, vagy négy napja először megnézni egyáltalán, hogy mi a helyzet, mert nagyon erős ide van a sugárzás. Úgy tudták a műszereket, egyebeket megnézni, hogy azt lehet látni, hogy ez az itt lévő fűtőelemeknek valószínűleg igen nagy része megolvadt, de lecsorgott a tartály aljára. Ezt hívják szép angol szóval meltdownnak. És ez az atomerőművek legsúlyosabb balesete, ami történhet. Ennél persze történhet még súlyosabb, hogyha ez a lecsorgott valami nem hűl, akkor itt át tud ezen menni, és ide jön, és ha itt sem tudjuk tovább hűteni, akkor ki tud kerülni a környezetbe. Tehát vannak fokozatok, de a meltdown, ez az angol, ha valaki most néz ezzel kapcsolatos angol témákat, ezzel a, vagy angol nyelvű szakirodalmat, a meltdownnal van tele a világ, hogy leolhat a zóna. Zónaolvadás, legalábbis részleges zónaolvadás történt. Itt a feladat az, hogy ezt majd hűteni kell. Azt lehet hallani, hogy a kettős és a hármas blokkban is legalább részleges zónaolvadás volt. Ezt egyébként mindannyian vártuk a szakmában, mert tudtuk, hogy ennyi idei ütés kimaradás ezt kell, hogy okozza. A négyes blokknál más probléma jelentkezett, ugyanis ott a blokk állt. És az összes fűtőelem, mert kitették a pihentető medencébe, és itt anyagvizsgálatokat végeztek a reaktorban. Paksen is minden évben, minden negyedik évben az egyik reaktorban kirakjuk az összes fűtőelemet, csak megnézzük, milyen benne a reaktor, és a reaktornak a vizsgálata zajlik. Most itt tele volt kiégett fűtőelemmel ez a medence, viszont nem volt hűtés. Itt is kimaradt a hűtés, itt viszont nem volt konténment. Tehát jelentős mennyiségű radioaktivitás közvetlenül ki tudott jutni, és a negyedik blokkon is volt egy robbanás. Eleinte azt hitték, hogy az itt keletkező hidrogén okozta a robbanást, aztán amikor egy robottal oda mentek és meg tudták nézni, akkor látszik, hogy a négyes medence fűtőelemei alig sérültek. Ha nem sérült meg, nem termelhetett hidrogén. Honnan jöhet-e? A hármas és a négyes reaktor épület lefúvató rendszere össze volt kötve. És feltétlenül azon keresztül jutott át a négyesbe is. Ez megint egy tervezési hiba. De ezt még pontosan ma nem lehet tudni, ezen dolgoznak a japán szakemberek. Egyébként a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség a
közvetlenül a baleset után sugárvédelmi szakemberek csapatát küldte Fukushimába. Az egyik ilyen csoportot egy kollégám, egy magyar fizikus, Sági László vezette, és ugyancsak a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség most hétvégén küldött ki egy magas, tehát egy komoly szakemberekből álló, úgynevezett tényfeltáró csoportot a japán kormány kérésére, és ennek a csoportnak meg a helyettese van Luxilán az egyik illusztris tagja, úgyhogy részt veszünk a dologba, első kézből szerezzük be az információkat. Hát ezek képek a reaktorról, képek a pihentetőmedencéről. Azt hitték, hogy így megsérült, aztán most már az új fotók, amiket nem volt időm még föltenni, azok azt mondták, hogy nem sérültek meg ott a fűtőelemek. Ugye nagyobb mennyiségű radioaktivitás sugárzó anyag került a környezetbe. Méghozzá két helyre is. Egyrészt az atmoszférába, tehát a légkörbe, amit aztán a szél elfújt különböző helyekre. Szerencsére a baleset első 10-12 napjával eléggé egyenletes szél fújt a Alaszka irányába, tehát a tenger felé, és nem a japán sziget belseje felé. Emiatt, vagy ennek is betudhatóan, az erőmű Japánban viszonylag kis területet szennyezett el. Egyrészt nem nagyon sérültek meg ezek a védelmi berendezések, másrészt viszonylag lokalizált kis területet szennyezett el. Ez a terület nem kicsi volt, nagy, megítélés kérdése, hogy 20 kilométeres körzetében, tehát egy 20 kilométeres félkörből kellett kitelepíteni az embereket. Ezeket szerencsére a japánok időben, ellentétben a szovjetekkel, Andorra, Csernobilnál, ezt fölismerték és azonnal intézkedtek, kivonták a 20 kilométeres területről az embereket. Nem volt könnyű a feladat, mert a területet előtte a földrengés és a cunami totálisan tönkretette. Nem voltak utak, nem volt villany, nehéz volt ivóvízhez jutni, megoldották. Kivitték az embereket, most is kint vannak, várhatóan legkorábban jövő év tavaszán települhetnek vissza, van rá esély, hogy visszatelepüljenek. Itt azt akarom mutatni, hogy a sugárzás mérések Japán különböző területein, azok azt mutatták, hogy volt egy nagyobb kibocsátás, aztán ahogy a sugárzó anyag mennyisége csökken, mert amikor sugárzó anyag, szerencsére csökken a mennyisége, exponenciálisan egy felezési idővel lehet jellemezni. Tehát itt azokat a görbéket látjuk, hogy hogyan tér vissza az egyes területein Japánnak, különböző megyékben, különböző városokban, a baleset előtti szintre. Ez ma már megtörtént, tehát ma már a kiürített terület kivételével a természetes háttérsugárzás mérhető Japánban. Átmeneti korlátozásokat kellett bevezetni az ivóvízfogyasztásra, például Tókióban is nagyon röviden két napig az oda sodródott radioaktív jód miatt. A zöldségek, a friss zöldségek forgalmazását hosszabb ideig az adott területről, a fukushimai területről korlátozták. Ma még van egy-két falu, ahol termelt zöldséget még nem lehet forgalmazni, de ma már ezeket a korlátozásokat is feloldották. Hozzáteszem, hogy a csernobili baleset után Ukrajna és Bielorusszia hatalmas területei szennyeződtek el oly mértékben, hogy évekig lehetett az onnan származó termékeket nemhogy eladni, hanem fogyasztani se. Na, a lényeg az, hogy a japánnak ezt a részét a dolognak rendkívül tapra esetten és szervezetten és jól oldották meg. A egyetlen dologra volt szükség, hogy az elhárításban résztvevőkre van egy sugárzási korlát. Ez mennyi, az most nem érdekes. A természetes háttérsugárzásból én, önök 2-3 millisievert, 2-3 egységnyit kapunk egy évben. Mindenki, aki él. A hivatásszerűen sugárzásos munkakörben dolgozók, mint én is, mert időnként én is járok Paksa, meg 20 évig ott dolgoztam,
mi 50 millisievertet kaphatunk egy évben. A nemzetközi normák azt mondják, hogy baleset üzemzavar elhárítás, akkor ez akár 250 is lehet egyszer az életben. Na most a japánoknál egy szigorúbb előírás volt, 100 millisievert, de ezt végül fölemelték a nemzetközi normára 250-re. A 30 km-es zónán belül még azért viszonylag nagy a sugárzás. Elmondom, hogy mi volt a sugárzási ára ennek a balesetnek. Az ára az egésznek. A cunamiban és a földrengésben meghalt 15-16 ezer ember, és keresnek majdnem ugyanennyit. Tehát durván több mint 30 ezer a halálos áldozata a cunaminak és a földrengésnek. Sérülteket összesen számolták, tehát ehhez még hozzá kell adni rengeteg sérültet, és lényegében egy dunántúlnyi területet tűnt az atlaszra. Tehát azt úgy letarolta a földrengés, megrázta, és a cunami még leborultva, találtuk néhány képen. Az atomerőmű baleset áldozatai. Fukushimai erőműben a földrengés hatására és a cunami, a földrengés és cunami miatt három ember azonnal ott meghalt, elvitteiket a szökőár. Kettőt, egy, az egy daru fülkébe ült, és a földrengés megpillentette a darut, beszorult, és mire kivették, már halott volt. Tehát három halálos áldozat, de nem a sugárzás volt, hanem a földrengés miatt. Azóta még egy ember meghalt szívgyengeségben. Nem kapott sugárzást ő se. Tehát sugárzásos haláleset vagy megbetegedés nem történt. Hála Istennek, szerencsére. A környékben, tehát itt látni, hogy 17 munkás kapott egy olyan dózist, amit szabad neki kapni. Amikor ezt megkapta, akkor őt kivonják, és nem megy oda, hanem más megy a helyére dolgozni. A 30 kilométeres zónán környékén 175 ezer embernek mérték meg a sugárszennyezettségét, ebből 97 volt szennyezett, őket megfüröztötték. Dekontaminálás szakszóval, ez szappanos vízzel való, szappanos meleg vízzel való alapos fürdést jelent. Amennyiben még így is maradt szennyezés, azt enyhe savakkal, citromsavval egyébben el lehet távolítani. Mindenkinél sikerült, tehát lakossági tartós szennyeződési eset nem volt. Viszont a telephelyen igen nagy a sugárzás, és ez a helyreállítási munkákat nagy mértékben hátráltatja. Tokióban, mint mondtam, a gyerekekre vonatkozó határértéket pár napra meghaladta a csapvíz. Friss zöldségek voltak. Az igazi gond az a tengeri kibocsátás volt. Itt az erőműben a hűtést úgy oldották meg, mert ma már hűtik ezeket a blokkokat, hogy azonnal odavittek ideiglenes, tehát odavittek dízzel meghajtású szivattyúkat. És tűzoltó tömlővel, darúra szerelt tűzoltó tömlőkkel ideiglenes módon elkezdték a reaktorépületbe benyomni a vizet. És hűteni a három reaktort meg azt a pihentetőmedencét. Ez a hűtési folyamat ma is zajlik. Ennek során feltehetően még az is történt, hogy ez a körte egyik-másik reaktornál egy kicsit kilukadt, nagy mennyiségű radioaktív víz gyűlt össze az reaktor épületek alsó szintjein. Ez két problémát okozott. Az egyik, hogy nem lehetett oda menni, mert marhára sugárzott. A másik, tehát csak rövid időt tölthetett ott el a munkás. A másik probléma, amit jelentett, hogy ez megtalálta az utat egy része a tengerbe. Tehát lukak, rések egyeleken keresztül elkezdett a tengerbe menni, és elég jelentős, tehát elég erősen radioaktív víz kezdett kifolyni ott a tengerbe. Ezt észrevették, de sok napig tartott, hogy megtalálták a szilárdási útvonalat. Akkor azt lezárták. Na, a kettes számú probléma az volt, hogy egyre több lett ez a radioaktív víz, valahova el kellett helyezni. A radioaktív víz gyűjtésére és tisztítására szolgáló tartályok tele voltak kis radioaktivitású vízzel.